Inkább iszom az öcsöt, ipolyt. Igen, idejön hozzá! Iszom, iszom a vizet, újjóból a jegeset. Áj, na-na-na-na-na-na. Iszom, iszom a vizet, újjóból a jegeset. Áj, na-na-na-na-na. Egyébként Jóskának hívják, de ez csak a saját elnevezés. Nem, ezt azoknak szoktam mondani, akik nem azt kérdezik, hogy mi ez, hanem hogy hívják. Hogy hívják? Azoknak megmondom, hogy Jóska. Jóska. Azzal ki vannak segítve. Jóska, gyere ide. És ezek, látom, hogy ilyen hármas kórcsoportok vannak, az első. Az első négyes kórusú, a második hármas kórusú. Hármas kórusú. Uh-huh. És akkor ők nyilván basszus. Így van. Na 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 na
Köszönöm szépen! Itt előttem a legnagyobb tökű ember a környéken, a tök király. Egy bemutatkozást kérnék. Simó László. Hova valós is van? És mekkora tökkel érkezett? 45 kiló. Mi kellett ehhez, hogy az idén 45 kilós legyen, mert eső itt sem volt sok. Sok víz, öntözés. Én a magot azt honnét szerzi? Úgy vettem, ma 2 éves, 3 éves mag. Úgy. Hányadik alkalommal került a fejére a korona? Most másodszor vagy. Másodszor. De akkor jól emlékeztem, hogy már láttam ezt a tökös embert itt a környéken. Milyen érzés tök királynak lenni? Köszönöm. Jó, jó. Jelent valamilyen megbecsülést itt a környéken? Nem, nem. Az az érdekesség, hogy nincsen benne síp. Uh-huh. Ezt úgy hívják, hogy félenfúvós furúja. A Moldvában használják a magyar területeken, meg a bolgárok, meg a törökök használják, de főleg kavalokat üzemelnek és így. És szól is így síp nélkül? Meggyőzött.